Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb felvételes adás itt a Gameshow Channel csatornánkon. Ismételten nyomozunk gyilkosságok számokban kifejezve a mostani epizódunk, illetve a mostani félórás adásunk, amivel foglalkozni fogunk továbbra is. Itt van a robot, akivel fejtjük a rejtvényeket, és próbáljuk megoldani. És akkor itt a második sort nézem, amit látok, az az, hogy ide már nem kerülhet a kérdés. Őt már biztosan lehetjük, hogy ő dobjál. Az, hogy mivel ő egy egyessel kell, hogy kezdődjön, ezért nem lehet más, csak és kizárólag így, ami viszont bezárta a hármasnak a lehetőségeit. Megtettük ezt is, meg ezt is. Oké. És ez azt is jelenti, hogy megvan az egyes, és megvan a négyesnek a helye is, viszont az a rossz hírőbehívre ezek mind egyesek voltak. Van egy hármas, ezt is tudjuk, csak az lehet, semmi más. A kettes azonban bárhova megemet, még akár ide is. Lehet, sőt, ide lesz az egyik, itt lesz az egyes, azt már látom, és behelyezik a kettes, és a kettes, így akkor megvan itt a hármas. És egy kettessel kell, hogy kezdődjön, ami azt jelenti, hogy itt van a kettes, ez is megvan. És akkor a hatosból még ennyit tudunk, ami azt jelenti, hogy négyestől lesz, hogy ennyit tudunk. Szerintem mehetek. Ide lefelé nem pittyekhetek, mert lehet akár ez is az egyes. Nézzük a következő sor. A kettesből még nem tudok kiindulni, viszont az, a kettes le tudom zárni. Vagy ez lehet a hármas, illetve az egyik egy. Vagy ez lehet az egyes, viszont ez lehet a hármas, én azt gondolom. Máshogyan nem fér el szerintem, de még pont befér egy hármas ide, tehát hogyha most ezt lezárom, akkor még ide befér egy hármas, úgyhogy a második is beférjen. És sajnos nem lehet. Nézem ezt a sort, igen. A hatosból ennyit tudunk. És akkor ez innentől kezdve megoldotta a kettes-hármas kérdését. Ezeket továbbra sem zárhatjuk ki. A probléma viszont az, hogy itt a kettes, ez azt jelenti, hogy őt viszont kizárhatjuk, és akkor így megvan a négyes. Ezzel őt is ide kizárhatjuk így. A hatosról ennyit tudunk továbbra is. Viszont ez itt egy hármas, ez 100%. Ezt már lehet, hogy korábban is bepityoghattam volna. Továbbra sem tudjuk, hogy ez most a hármas, vagy az első hármas, vagy pedig ugye a még ebben a sorban meglévő egy darabos. De hogy azt sem tudjuk, hogy ebben a sorban itt elől a kettes van csak, vagy ott van az egyes is. Ha a kettes itt van csak, akkor befér ide az egyes is, hogyha ide nyolcas kerül. Ez a baj. Itt van egy alsó, amiből ki tudunk, nem, ebből sem tudunk kiindulni, mert ide is bekerülhet a hármas szűn kettes, tehát ide bekerülhet a hármas és a kettes, és ide is bőven bekerülhet a kettes. Azon gondolkodom, hogyha ide rakom a hármast, van érte.
esélyeket, és természetesen igen. Egyet látok, ide nem lehet ötöst rakni. Ez azért jó dolog, mert akkor innen négy, és akkor vagy ide, vagy oda. Na most, ha ide rakjuk, akkor már túl hosszú lenne, úgyhogy egyértelmű így akkor az ötös, és akkor így lesz a hármas. Ez egy fokkal most segített bennünket. Na és akkor nézzük körbe. Az ötös kész ezáltal. És ezzel megvan a kettes itten. Így megvan ez a kettes is. Szünettel, és itt a négyes második fele. Ez is megvan. Itt van egy egyes. És nem fér el ide úgy egy, tehát ezt nem csináljuk úgy egyesé, hogy ez ide egy négyes legyen. Tehát nem fér el, úgyhogy ezért biztos, hogy egy négyesnek lesz a része. Ami azt jelenti, hogy ő biztos, hogy üres. És szerintem azt is jelenti, hogy meg is van a megoldás. Így. És ez azt jelenti, hogy a hatos már csak így lehet. Így van. Oké. Nézzük, visszintesen mi újság van. Itt egy 8-ast keresünk továbbra is, az még mindig nincs, viszont itt egy 6-ost keresünk, amiből már kicsit le tudunk szűrni. Igen, vagy így. Az 5-ös le tudtuk szűrni. Ezt még nem tudjuk, hogy melyik 3-as. Igen, ezt még nem lehet tudni, hogy melyik 3-asnak a része ez. Viszont azt látható, hogy vagy itt lesz a hármas, és akkor ez a másik fele itt lesz az egyes. Egyre nehezebbek a feladványok, bár ide az egyes be tudom szúrni, és akkor ez azt jelenti, hogy itt lesz a kettes. Ez nagyon fontos dolog. És akkor itt nincs is tovább. És akkor ez azt jelenti, hogy itt lesz az egyes. Máshova nem tudom berakni. És akkor így megvan a két egyes ide, és akkor így megvan a 8-asunk is. Viszont azt még nem tudom eldönteni, hogy ide kerül az egyes, vagy ide kerül az egyes. És emiatt nem tudjuk eldönteni a kettes sem. Ebben a sorban. A 3-as nem tudjuk még eldönteni. Viszont ez megoldotta ezt a kérdéskört is. Egy 3-as, és akkor itt a másik 2-es, jó van, és ide nem kerülhet be az a maradék 2-es, ami azt jelenti, hogy itt lesz a 2-es. Ide nem kerülhet be az a 2-es, úgyhogy itt a megoldás. Oké. Itt van a másik 2-es, úgyhogy ez is kész van. Ez is kész van. Akkor megvan a 2-es, jó van, megoldottuk. Oké, akkor itt egy 3-as, itt az 1-es, ez a 3-as nincs megoldva, csak így lehet. Ó, ez sem volt könnyű. Mi ez? PDA dock, tehát a PDA-nak a tartója. A B-nak kaptunk dolgokat. Na, újabb puzzle-ket kaptunk. Mi ez? A PDA-nak, amit korábban találtunk, viszont ez azt jelenti, hogy tudok belépni a PDA-ba. Csak meg kell találnom át kell törnöm a passwordot. Hát gyakorlatilag ugyanott voltunk. Megvan a puzzle. Oj, de könnyű, és gyorsan kell haladnunk az időnk. Egy megvan. Gyorsan kell haladnunk, ez nem volt olyan gyors. Részünkről itt be kell gyorsítanunk a ligákat. Ez is megvan. Akkor itt a következő. Ez csak így lehet. Ez is csak így lehetnek. Az oda nem kell, akkor csak itt lehet a 2-es.
És akkor még egy egyest kell találnunk itten. Tökéletes. Utolsóra van negyed, háromnegyed másodpercünk. Jó, ez meg lesz. Nem kell aggódnotok, ez meg lesz. Ennyit tudunk, meg ennyit tudunk. Ezt is tudjuk. Ez már egy fokkal nehezebb. Ott a négyes, az is megvan. 2-1, igen. 3-1. 3-1. És még ő hiányzik. Jó, hú, kész a hacking. Besikerült jutnom addig a aktáiba. Bármiben dolgozott? Van itt egy spreadspell táblázat. Még ma frissítettek rajta. Legjobb komikumért kapott 26.500 dollárt kifizetve, legjobb színészért kifizetve, a legjobb színésznőért kifizetve. Ezek az összes Sunshine Award winner. Kenő pénzek? Van még egy dolog. Gyilkos Misteri, diszkvalifikáció 50.000 dollár kifizetve. Valaki kifizetett 50.000 dollárt, hogy kizárjanak bennünket? Igen. Lefizették a bírákat. Kicsoda. Nincs rajta név. Viszont egy anonimus bank bankszámlaszám van rajta. Azt hiszem beszélnünk kell az ex-házbendemmel, tehát az ex-házastársammal. Jó, meg kell találnunk a volt házastársát. Itt voltunk, bocsánat. Most a feleség van itt, akkor itt kell, hogy legyen. Na. Ez nem Dicknek a PDA-ja? Ez az 50.000 forintos, micsoda az a tied? Ez volt Dické? Nem tudom, miről beszélünk. Ne hazudj nekem, Brian. Itt vannak az adatok nálam. Kifizették. Te benne voltál abban, hogy kizárjanak bennünket a díjátadóból. Készen áll, Scout? Van egy újabb őrült teóriája Honornak. Benne van az én nefem a táblázatban? Nem hiszem. Nem érzem, hogy benne van a bizonyíték velem kapcsolatban, vagy bűn. Talán nem. De nagyon esélyes az, hogy nagyon gyanús, hogy Dricket megölték, mielőtt még ez nyilvánosságra kerüljön. Azt gondolod, hogy én megöltem őt? Nem tudod elképzelni, milyen őrülten hangzik ez? Vagy rájöttél arra, hogy milyen őrülten hangzik? Sosem lehetek boldog, hogy nem tanultam meg megbízni az emberekben. Menjél haza, el vagy fáradva. Van itt egy dolog ezen a PDA-n, van egy nyomom, bizonyítékom. Egy anonymous accountnak kifizetted bankszámlaszámra 50.000 dollárt.
láttuk téged beszélni Dickkel. Talán nincs rajta a neved, de tudom, Ryan. Ez valójában mindez új lenyomat. Miért tőlünk? Azt hiszem ez volt az indoka, hogy ő itt volt ma este. Na. Miért házasodtál vele össze? Nehéz volt. Ő volt nehéz. Az elején még... vagy más volt, különböző volt, bocsánat, az iménti fordítás javítása. A kezdeténél nagyon kedves volt. Neki voltam én a legfontosabb dolog a világban. Aztán összeházasodtunk és hirtelen megváltozott. Még kritikusabb volt. Mindig ott volt, mint tojáshéj mellettem. Nem tudom szebben fogalmazni, ahogy tükörfordításban tudtam csak ezt. Ha ő boldog volt, az volt, az amiatt volt, mert hogy én valamit jól csináltam. És ha ő mérges volt, akkor az én hibám volt mindig. Az is az én hibám volt. Én voltam az ő egyetemének a közepénél, de az én egyetemem, univerzumom dőlt össze azon a napon. Még azt is akarta, hogy kilépjek a műsorból. Ez most nagyon fontos minél hamarabb illetve minél ügyesebben lefordítani, mert lehet, hogy fontos lesz ez a dolog. Mert igazából már nekem az is furcsa, hogy mind a két esetnél ő ott volt, mint ahogy mondottam most ugye Honor. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy könnyen benne lehet egy olyasmi, mint az ABC gyilkosságok Poirot ügyében. Hogy itt egy sorozatgyilkos válogatja eseteket, és folyamatosan itt a... Az már csak egy másik dolog, hogy úgy csinálták a játékot, hogy gyakorlatilag egy szál alá hozták a történetet. Tehát könnyen lehet az, hogy akiket most ismerünk itt ebből az elmúlt két történetből, ők is benne lesznek az esetben. Következő halálesetként. Na, ennyi elég volt nekem. Legalábbis amit mondott így Honor. Nos, picit menjünk át a Scott memóriájába, hiszen folyamatosan fejlődtünk. Az egyes esetben már mindent megcsináltunk, viszont vannak további dolgok, amelyeket most vettünk fel, úgyhogy ezeket megcsinálgatjuk. Konkrétan itt majdnem mindent felfedtünk. És akkor, ha jól sejtem, ezzel a nyomozási szinttel kapjuk a különböző pluszokat, nyilván csak akkor fogjuk megkapni, hogyha megnyitjuk ezeket az ügyleteket. Úgyhogy akkor most ennyit ki tudunk mi nyomozni. Na nézzük! Jó a kezdés, mert ebből nem biztos, hogy rögtön be tudok indulni. Mondjuk ez éppen hogy elfér. Ki tudok indulni. De ez most kell nekem így. Igen. Abból ki tudok indulni, hogy itt így ennyiből ki tudok indulni, viszont nem, sőt, még ez sem biztos. Tehát ennyiből ki tudok indulni, hogy a 2-3-as az valahogy így fog kezdődni. Ez azt jelenti, hogy itt ez egy hármas, vagy egy második, vagy harmadik eleme, és ennyi. Ami itt van. Oké, akkor ide nem jöhet ötös, ide nem lehet négyes, ide nem lehet hármas, ide nem lehet ötös, ide. Igen, és akkor mindig ez itt az egyes, ami is lehet. Itt valahol kell egy ötösnek lenni, és az nagyon kicsinek tűnik. E2. Ez jó, ezt meg lehet csinálni.
hogy valahogy be kell csak indítani a dolgokat, viszont itt van egy ötös, amiből azt beríthetjük ki, hogy egyrészt egy innen kezdődhet. Ebből is be lehetne indulni, csak egy a probléma, nem tudjuk a hármasról kezdődik. Egységes, hogy ez így nekem jól segít. Inkább ezt hagyjuk, maradjunk ebben, bár azt látjuk, hogy itt ugye csak kettes lehet, és ugye itt van a másik ötös, ezt is csináljuk így. Oké, még valahol van egy hatos, akkor ebből még azt is kideríthetjük, hogy ide nem kell semmi. Így akkor viszont megvan a hármasnak a helye. Nagyon jó. Ez csak egyes lehet. A dolog. Oké. Okay. Mivel már csak egy kettes van, ennyit le tudok szedni belőle. Most azt nézem, hogy van-e valami olyan, itt van egy kettes, ezt tudjuk. Valahogy van egy egyes. Ugye azt is megtudjuk, hogy ez hármassal. Ez azt jelenti, hogy ide már nem kerülhet ötös, ez mi a dolog. És viszont ide kerülhet ötös, mi azt jelenti, hogy itt már belőle. Igen. Jó. És mivel fönt már itt csináltunk helyet magunknak, ezért látjuk ezeket. Hűha, ez viszont nem jó így. Ja, igen, ebben benne van a pakliba, hogy ez ide jön. Úgyhogy ez korán sem biztos. Na várjál, ezt törölni kell mindet. Idáig biztos a dolog. Hú, basszus, meddig nem... Igen, az itt a nagy kérdés, hogy melyik részénél van az egyes, mert itt ugye lehet itt is, meg lehet itt is. Tehát azért nem egy a dolog. Úgyhogy ezért hagyjuk így, hogy meg tudunk ennél többet erről az egyesről. Jó, nem beleestem itt egy csúnya hibába. Oké. Viszont itt egy hármas lesz, ami azt jelenti, hogy nem kell semmi. Ez egy egyes, de nem tudjuk, hogy melyik egyes. Viszont benne van a pakliban, hogy ez egy kettes legyen, nem. Ez biztos, hogy ez egyik egyes, csak nem tudjuk melyik. Viszont egy hármas lesz, szinte biztos. Ez viszont meg egy hatos, amiből azt tudjuk, hogy a kicsős az elvicsek. Oké, meg van egy kettes, és akkor itt egy másik kettes, és akkor hármas. Elnézném. Így. Nem, még ez sem biztos. Puty, 1-2-3 puty. Igen. Így a jó. 1-2-3 puty, 1-2-3 puty. Igen. Mi lesz az? Nézzük. Ti csak egyesek lehettek, ami azt jelenti, hogy így van. És akkor a hatos, az már csak ennyi lehet. Itt megvan egy kettes. Mivel csak egyesek lehetnek itten, ezért innentől kezdve ez megoldva. De
egyes lehetsz, innentől kezdve viszont nincs kérdés a hármas felett. Itt van az egyes. Itt van a hármas. Másik egyes, és akkor van a két kettes. Viszont itt még hiányzik egy egyes, hívás, hívás. Itt a másik egyes. Oké. Egyes, ebből még nem tudjuk, hogy hol a kettes. Reméljük, hogy ezek már ott jók. Egy hármas. Viszont innentől ezek egyesek lesznek, és megint itt van az, hogy nem tudjuk, hogy hol van itt a két egyes. Még ide is kerülhet. Főben. Igen, még ide is kerülhetnek az egyesek, mert ide befér az ötös négy. Ezt még nem szedhetjük ki. Ez egy hármas lesz, ez biztos. Most keresünk, amit csak ide rakható, és innentől ez a tiszta az ötös. Egy kettes, te is kész vagy. Egy hármas, te is kész vagy. De egy egyes. És még itt a négyes, ott az egyes. Jó, most már minden tisztázott. Hoppá! Most még nem tisztázva a dolog. Valahol kell egy egyes. Ez nem jó, mert ide kell egy hármas. Ez így kell, hogy legyen szerintem. Kezdjük előről, mert kétszer is elrontottuk, úgyhogy legyen ez. És lehet, hogy azt mondom, hogy adásidőben is kezdjünk. Igen. Úgyhogy köszönjük, hogy itt voltatok. Ez most nem valami jó sikerült ez a rejtvényfejtés, de a következő adásra megoldjuk ezt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!